Író-olvasó találkozóval vette kezdetét az immár hatodik alkalommal meghirdetett vers és prózamondó verseny az Egri Szilágyi Erzsébet gimnáziumban. Virág Márk, 11. osztályos tanuló, Nagy Zita egri költőnőt, az Agria folyóirat főmunkatársát kérdezte irodalomról, az alkotás folyamatáról, kedvenc írójáról, költőjéről. Gyerekkorom óta, hát én Nagy József Attilás vagyok, ha már így a klasszikusokat kellene említeni. A kortárs irodalomból is vannak kedvenceim, nagy kedvencem például Lipcsei Emőke, a Turi Zsuzsa, Kajzer László, Vékhely Kis Benedek, Kányádi Sándor. 1955-ben, azaz 64 éve vette fel az intézmény Szilágyi Erzsébet nevét. Az iskola névadójára emlékezve ezúttal is a női lét kérdéskörét állították a verseny középpontjába a szervezők. Az előadók teljesítményét Batári Antal, Németh László díjas pedagógus, az egri Dobó István gimnázium nyugalmazott tanára, Nagy Zita költőnő és Gál Ildikó tanárnő, a verseny megálmodója értékelték. A versválasztást nyilván az is nagyon-nagyon fontos, mennyire illik az egyéniségéhez. Természetesen a kifejező szép beszédet, és hát a versnek a lényegét mennyire sikerült megragadnia. Szép asszonyom, a szerelem ötlettelen és ócska jószág, és mégis hidd el, ez az egy hajszás valamink, a valóság. A rendezvényre Eger középiskoláiból, valamint Miskolcról, Hevesről, Sárospatakról érkeztek a résztvevők. A megmérettetést iskolai fordulók előzték meg. Több irodalom tanári bíztatott minket, hogyha bár végzősök vagyunk, azért mégiscsak még utoljára próbáljuk meg, mert korábban is már sokat szerepeltünk ezen a versenyen, és megszerettük. A legjobb versmondók a Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara női üzleti klubja és a Bródy Sándor megyei könyvtár felajánlásainak köszönhetően értékes jutalmakban részesültek.